Egy kívülről simának tűnő 3-0-es győzelemmel egyenlített a Dág a DKSE felnőtt röplabda csapata ellen vívott meccs sorozatban. Az NB1 Liga bronzpárharcának hazai fordulója nem alakult jól együttesünk számára, hiszen Tomanóczi Tibor tanítványai 25-22-re, 25-16-ra, majd végül 25-18-ra veszítették el a szetteket a vendégekkel szemben, így nem sikerült megismételni az első idegenbéli sikert. Együttesünk láthatóan nem tudta hozni a legutóbbi formáját, s hogy ez miért lehetett így, arra Tomanóczi Tibor adott választ. Nem csak az eredmény alakulása, hát ugye azért más játékosokat is játszottam. Próbálkozunk, ugye van egy szakosztályi döntés, amivel egyet kell értenem, és próbálunk készülni egy döntőre. És ugye több játék lehetőséget kapnak a fiatalok így, és ezáltal benne van az, hogy kicsit hektikusan fogunk játszani. Ugye most próbáltam más játékosokat, próbálom felkészíteni a csapatot az úszra. Hála Istennek most komolyabban vette a Dág ezt a mérkőzést, és így nyomás alatt tudott tartani minket. Nekünk ebből tanulni kell, és innentől kezdve el kell fogadni, hogy végre van egy ellenfél, és így fognak játszani az úszas döntőn a csapatok, ahogy a Dág játszott le, minimum ma. A szakember szerint hiányzott a tűz a játékukból, és főként támadásban nem volt hatékony a csapat. Ezeket a hibákat a folytatásban javítaniuk kell, ha szeretnék felvenni a versenyt az ellenfelükkel. Nem volt tűz a csapatban, úgy érzem, hogy nem volt erő. Voltak momentumok, az első szett nagyon jó volt, ugye ott azért a rutinosabb játékosok fönn voltak a pályán, és kifejezetten jó szettet játszottunk. A harmadik, negyedik szettben támadás. Nagyon gyenge volt a csapattámadás, egyénileg nagyon sok hibával játszottunk. Én azt gondolom, hogy ha a támadásban fel tudnánk javulni, megoldó készségünk megjönne, akkor én azt gondolom, hogy fel tudnánk venni a Dággal a versenyt, és a célunkat el tudnánk érni. A vezetőedző tolmácsolásában hallhattuk tehát a vereség feltételezett okait. A mérkőzésről, a dági oldalról Krupánszki Olivér beszélt. Én úgy érzem, hogy motiváltabban érkeztünk most, nem tudom, hogy az első meccs az miért lett olyan, amilyen, illetve tudom, mivel az újvárosi fiatal nagyon ügyesen küzdöttek, és le a kalappal. Mi, nekünk nem ment a játék, előtte lévő edzések se olyanok voltak szerintem, viszont most összekaptuk magunkat. Volt egy edzésünk, ami jól sikerült, és mindenki motiváltabban jött a pályára, mint a múltkorinál. És hogy mi várható a folytatásban? A játékos szerint, főleg, hogy hazai pályán csapnak össze, egyértelműen a győzelem reményében lépnek pályára, hogy legyen oka örülni a hazai drukkereknek. Én azt várom, hogy ilyen színvonalú, hogy talán még magasabb szintű lesz a meccs, mert valószínűleg a fiatalok is jobban akarnak, illetve be akarják húzni a következőt, illetve mi nem fogjuk hagyni ezt. A hazai közönség előtt szeretnénk mi is győzni. Azért a falunak a közössége az minden meccsen kint van, úgyhogy mi is arra megyünk, hogy ezt megnyerjük és 2-1-re vezessünk. S ha már szóba került a folytatás, a két együttes a harmadik mérkőzést május 1-én este játsza majd. Az állás egyelőre 1-1, így aki megnyeri a találkozót, előnyből várhatja majd a továbbiakat.